A magyar turizmus fejlesztésének egyik legfontosabb kérdése, hogy milyen új élményeket tudunk nyújtani a turistáknak, mivel tudjuk még vonzóbbá tenni Magyarországot, mivel tudjuk őket rábírni arra, hogy többen jöjjenek Magyarországra, így több időt és több pénzt költsenek el. És teljesen egyértelmű, hogy ahhoz, hogy a magyar turisztikai kínálatot vonzóbbá tegyük, ahhoz új élményeket kell fejlesztenünk, és elsősorban a kulturális és a történelmi és a természeti értékeinket kell sokkal hatékonyabban bemutatni. A mai napon Sümegen tettem látogatást, ahol egy középkori vár romjai állnak, amelyek már az elmúlt időszakban azért jelentős felújításon mentek keresztül, de teljesen nyilvánvaló, hogy érdemes lenne még ezt a várat is továbbfejleszteni, akár teljesen befejezni, tető alá hozni a várat, részben az állag megóvás érdekében, részben pedig azért, hogy az ide látogatóknak a lehető legvalósághűbb élményt tudjuk nyújtani. A következő időszakban az Európai Uniós forrásokat úgy kívánjuk majd felhasználni, hogy ilyen élményeket fejleszünk, ne csupán műemlékeket hozunk rendbe, hanem a turisták számára sokfajta élményt kínáljunk, tehát a következő időszakban nem csak épületek felújítása, hanem élményeknek a kialakítása is támogatott lesz a turizmus fejlesztési program keretében.